Nyári szabadtéri rendezvények az idén is május 1-jével kezdődtek meg városunkban. Az igazi dömping azonban még csak ezután következik. Július 4-én a Gózon Gyula Kamaraszínház előadásában Kosztolányi Dezső Édes Annáját láthatják, majd július 9-én következik a Kis nyári rockzene című rendezvény. Július elején rendezik a Nemzetközi Mazsoret Fesztivált, a jövő hónap utolsó napjaiban pedig ismét lesz elektroakusztikai zenei találkozó. Augusztus 6-a és 8-a között koncertekkel fűszerezett háromnapos motoros találkozónak ad helyet a Nádasdivár, 15-től pedig a nemzetközi folklórnapok következnek. Idén is lesz sörfesztivál, az utolsó nyári hónapot pedig a sárvári fiatalok által ismét előadott Valahol Európában zárja majd. A szabadtéri programsorozat a szeptemberi históriás napokkal, illetve a sárvári szürettel zárul. A bőséges kínálat miatt az idei évtől a népszerű Galéria Arcis és a könyvtár folyosója mellett a Művelődési Központ folyosó galériája is képzőművészeti és egyéb tárlatok helyszíne lesz. Épp amikor jöttetek, egy Sigi Schulz nevű Párizsban élő német származású fotóművész kiállítását rendezgetjük. Ő az Orvosok a harmadik világban mozgalom keretében jár az orvosokkal is fotózik. Ez a fekete-fehér anyag lesz a folyosón, majd a Folklórfesztiválon egy időben Somlósi Lajos Sárvár könyvének Ami kimaradt című része, és ezen kívül egy mandala kiállítás, ami pedig egy ázsiai kultúrához köthető, emberi ábrázolásokat tiltó, rendkívül gyönyörű geometrikus művészet, kicsit az arabeszk világát idézni. Folytatódik a Kondor János által elindított Esték a galériában című sorozat is, ahol júliusban Sebestyéni József építész, majd augusztusban Hámori Balázs etnográfus tart előadást. A nyári szezonhoz néhány évvel ezelőtt még elengedhetetlenül hozzátartoztak az úgynevezett hazai sztárok nagy koncertjei is. Az idei évben azonban ez úgy tűnik, máshogy alakul majd. A magyar zenészeknek az a megszokott nyári nagy kaszálós turnéi közé mi már azért nem akarunk beférni, mert irreálisan magas költségek mellett kicsit helybenjárást látok. Aki képes volt megújulni vagy újakra figyelve fellépni, azok alternatív körökben, illetve kisebb klubokban muzsikálnak, és itt a harmadik észrevételem, nem bajnak, nem tartom bajnak, de elgondolkodtató, hogy a vendéglátóipar felszívta a muzsikusokat. A Művelődési Központ igazgatója szerint Sárvár fürdővárossá fejlődése bizonyos tekintetben az ő munkájukat is meghatározza, bár véleménye szerint ők már évekkel ezelőtt megpróbáltak megfelelni ezeknek a kihívásoknak. Néha úgy gondolom, és ebben semmi rátartiság nincs, hogy évekkel megelőztük korunkat, most csak tartani kéne a szintet, ehhez viszont anyagi források, illetve olyan kooperációk, hogy ezt a szép szót is használjam, kellenek, akik hajlandók a vendéglátóiparon túlmutatva, illetve a vendéglátásnak csak a forintális oldalát nézve, egyezkedve vagy társulva hozzánk programokat szervezni. Egyet tudok, a Művközpont soha az életben nem fogja vállalni a helyi kerthelységek, kiskocsmák műsorra való ellátását, szíveskedjenek ők megfinanszírozni. De ettől még azt elfogadom és tartom, hogy komoly feladatunk a városban kora este vagy később sétáló emberek számára olyan programokat is nyújtani, amik, ha más nem, az igényes, felhőtlen szórakozást is jelentik. Erre tennénk idén egy kísérletet, és pont a fák alatt állunk, ez kicsit tílszer, hogy 2-3 hetente pénteken különböző zenei műfajokból pohár sörasztal mellé 2-3 órás muzsikát, ebben nosztalgia zenét, szalonzenét, akusztikus blues, bármit gondolunk. Én hiszem abban, hogy a sétáló embereket ez a műemléki környezet, illetve ennek a kisvárosnak az egyre európai légköre megfogja.